kérem, aki most a mai napon a Honvédban gólt rúg fejjel, akármilyen testrészével bejutatja a labdát, az a Honvéd valamennyi eddigi kupa mérkőzései közül a 100. gólt szerzi. Ott a fejes, és ott a gól! Na végre! Zajka, akit az erő fölrúgtak, Varga beívelt szabadrúgására, remekül ugrik föl. Brunner ezúttal leragadt a vonalon. 1-1, tehát megvan a 100. Honvéd kupagól. Most már csak a 101-et, a 102-et, meg a 103-et támad továbbra is a budapesti Honvéd. Zajka, Nagy Antal, Varga. Bodonyi a bal oldalon, Schellibaumot forgatja meg, Bodonyi, ez az ám a 11-es, az is bizony. A második félidő 7. percében 1-1-es állásnál 11-eshez jutott a budapesti Honvéd. Varga itt adja Bodonyihoz, fordul egyet, bent már a 16-oson, és legalább 1,5 méterre bent volt már a büntető területen az apró termetű szélső, amikor elbuktatták. 11-es tehát a Honvédnak. Varga állította le a labdát. Ezen nagyon sok múlhat. Gól! 2-1. Na, még egy gól és olyan a hosszabbítás. Pedig Brunnert jó irányba vetődött, már elérte. 2-1 a Honvédnak a szünet utáni 8. percben.